A 24. fordulót rendezik a hétvégén az NB3-as bajnokságban. Csapatunk egy újabb rangadó várászúttal idegenben, mégpedig a lista vezető Tatabánya vendégeként. Vezetőedzőnkkel, Harmadi Tamással és csapatunk egyik legrutinosabb játékosával, Erdei Gáborral beszélgettünk a rangadó előtt. Többek között arról, hogy milyen meccset várnak, illetve hogy mit érdemes tudni aktuális ellenfelünkről. Hát biztos, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. Ugye közeledünk a bajnokság végéhez. A csapatok közelednek a céljaik eléréséhez, ezért minden energiát mozgósítanak. Úgyhogy arra számítunk, hogy a Tatabánya mindenképpen győzelemre fog játszani. Nekik nem elég az egy pont. Úgyhogy kemény összecsapás vár ránk. Az őszi idény során 3-0-ás győzelmet arattunk a Tatabánya felett. Hasonló eredménnyel természetesen mindenki kiegyezne már csak azért is, mert egy esetleges győzelemmel a bajnokság végkimenetele még nyitottabbá válna, igencsak beleszólhatnánk annak alakulásába. Hát az eddigi eredményeinket ismerve is azt mondom, hogy valamilyen szinten már beleszóltunk, de szeretnénk továbbra is a céljainak megfelelően haladni előre, és valóban nem kimondott célunk az, hogy bajnokságot nyerjünk, vagy első helyen végezzünk. Nekünk inkább az, hogy építsük a fiatal játékosokat, építsük a csapatot, de természetesen minden mérkőzést ettől függetlenül meg akarunk nyerni, vagy ezzel együtt meg akarunk nyerni. Persze ez nem lesz könnyű feladat, hiszen a hazaiak egy nagyon jó csapat. Odahaza csak a Budaörs tudta legyőzni őket, de pontot lopni is csak a Veszprém, a Bicske és a Gyirmolt tudott a Gros és Gyula stadionból. A Harmadi Tamás is jó véleménnyel van riválisunkról, de tisztában van azzal is, hogy csapatának mit kell tennie ahhoz, hogy sikeres legyen vasárnap. Fizikálisan nagyon jó felkészített csapat, nagyon agresszívak, jól támadják az ellenfelek 16-osát, és egy nagyon stabil játékra képesek, ezért elég keveset hibáznak hátul. Azt kell, hogy taktikailag nagyon fegyelmezettek legyünk, kihasználjuk azokat a pontokat, amiket szeretnénk kihasználni az ellenfél játékában, és nagyon stabilnak kell lenni hátul védekezésben és labdabirtoklásban is. Tatabányán utoljára a feljutással záruló 2020-21-es szezon őszén tudtunk nyerni, többek között a jelenlegi asszisztens edzőnk Citkovics Péter is gólt szerzett azon a meccsen, de pályán volt Erdei Gábor is, aki tökéletesen tisztában van azzal, hogy milyen csapat és milyen mérkőzés vár rájuk. Nehéz meccsre számítok én is, a Tatabánya jó erőket képvisel, már régebb óta egybe is vannak, ugye már biztos össze is szoktak, tudjuk a céljaikat a bajnokságra, tehát a feljutás a cél, de úgy érzem, hogy most ezzel a meccsel most elindultunk egy jó széria felé, már ugye 5 meccsel veretlenek vagyunk, ebből az utolsó 3 meccset sikerült is megnyernünk, úgyhogy nem feltett kézzel megyünk oda Tatabányára, és bele is szólhatunk úgymond a bajnokságba. Fizikális csapat, a párharcoknak a nagy százalékát az meg is nyerik, úgyhogy ebben biztos erősek, és az előrefele játékban is úgy érzem, hogy a jó erőt képviselnek. A bányai mérkőzést egy 5 meccses veretlenségi szériával váradjuk, amelyből 3-at ráadásul meg is nyertünk. A bajnokságban idegenben is erős teljesítmény nyújt csapatunk, és még mindig a legkevesebb gólt kaptuk a mezőnyből. Mindez Erdei Gabi szerint is kellő önbizalmat kell, hogy adjon vasárnapra. Most úgy érzem, hogy egy kicsit lejött egy kis görcs, egy kis teher. Úgymond hazai pályán is tudtunk 2-szer nyerni. Úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy egy kis nyugodtság van most a csapaton, és ez lehet majd az erényünk is, hogy egy olyan csapathoz megyünk, akinek ugye, amit előbb mondtam, hogy tudjuk a céljait, nekünk meg csak annyi célunk van, hogy minden meccset megpróbálunk megnyerni. Az ősszel ugye 3-0-ra vertük Gyürki Gergely együttesét, és bár a vasárnapi egy új mérkőzés lesz, de azért példát nyugodtan lehet meríteni abból a találkozóból is. Nem foglalkozunk, hogy mi volt ősszel, de persze kint voltunk abból is, hogyha úgy játszik a csapat, amit megbeszélünk, előtte taktikát, mindenki betartja, és kifogunk egy jó napot, akkor még az az eredmény is születhet, hogy 3-0-ra nyerünk.